Felmérések szerint mi a különbség házasságban és együttélésben élő emberek között? Én sokat gondolkoztam azon, hogy egy fiatal nőnek, de férfira is mondható ez, mit kell tanácsolni ahhoz, hogy mit csináljon, hogy a végén egy jó egy kapcsolatba kerüljön. És tulajdonképpen egy ilyen önképzés, vagy hát tudatos önképzés szükséges, mert alapvetően empátián múlik, hogy képes-e beleélni magát a másik helyzetébe. Ha képes, akkor mindenféle kapcsolatban tudja kontrollálni a kapcsolatot, fölismeri a helyzeteket. Azon kívül jobban rájön arra, hogy az neki való partnere vagy nem, akivel találkozott. Ugye mindenkinek van egy ilyen személyes kisugárzása, és az nagyon sokat számít a gyerek fiataloknál, hogy ez megfelel. Tehát egy csomó eset már eleve kiesik, ahol ezt... De ez a személyes kisugárzás önmagában véve kevés, és érdemes a másiknak a lelki világát megismerni. Ez egy kemény munka, és az is elhangzott, hogy a házasságot is folyton építeni kell, tehát ezt folytatni kell a házasság során is, hogy tudja azt, hogy a másik hogy érzi magát, és próbál a másiknak segíteni, és mondjuk az a célja, hogy a másikból kihozza, amit ki lehet. Van egy alapvető kapcsolatunk, az Istennel való kapcsolatunk. Ez a lélek szüzessége. Olyan mély kapcsolatban én egy emberrel sem lehetek. Az én édes teremtőmmel. Ki talált ki engem? Ki akart engem? Amikor Jeremiás prófétánál azt mondja az Úr, hogy anyád méhében én alkottalak téged. Na most egy keresztény szempontból, de a zsidó szempontból se, nincs más megoldás. Az, hogy az én személyemet abban a pillanatban teremtette Isten, amikor én fogantattam. Előtte én nem voltam. Tehát a semmiből hozott elő engem. Hát ki akar engem ennyire? Na most, hogyha ez a kapcsolat nem teljes az én részemről, pedig ezen a földön sose teljes, főleg nem, amikor bűnkövetünk el, akkor egy olyan sebet hordozunk, egy olyan magány, amit senki se fog betölteni. Tehát arra le kell számolni egy lánynak vagy egy fiúnak, hogy a másik ezt is betölti, ezt nem tölti be, nem erre való. Egy másfajta magányt old föl. Persze úgysem lehet a másik fél, csak emberi magányom oldószere. Mert hogy nekem mindig eufóriás állapotban kell lenni, egy percig magányban nem lehetek, hát a házasságra való előkészületnek a keresztények szempontjából főleg az Úristennel való egységre kellene törekedni. Így az igazi keresztény házasságra a beavatás csak a szüzesség gyakorlása lehet. Pontosan azzal készülnek a házasságra, hogy azokban a helyzetekben is túl szeretik egymást, amelyekben majd nem lehetnek együtt, mert a másik beteg. Vagy nem lehet vele nemi életet élni valami miatt, születés, stb. Hát akkor máshova megy, hát ez. Akkor vége. Ha itt elkezdjük, akkor a vége a pornográfia. Szóval nincs megállás. Nincs megállás a lejtőn. Tehát azt kell nekik begyakorolni, hogy ha a másikkal ilyen módon nem tud együtt élni, akkor is szerelmes, és akkor is szeret. És ennek a leckéit venni. Ez egy kaland. Hát ma Magyarországon az jellemző, hogy az élettársi kapcsolatot általában a házasság előszobájának tekintik. Tehát ma még Magyarországon a többsége a fiataloknak úgy gondolja, hogyha ez jól sikerül ez a kapcsolat, akkor házasság lehet belőle. És nagyon sok esetben tényleg így is történik. Ez nem világjelenség, de hogyha így van, akkor ők azért megpróbálják. Tulajdonképpen kipróbálják egymást, és a kapcsolat, hogyha megfelelőnek érzik, akkor juthatnak el oda, hogy összeházasodnak, csak hát nagyon sok esetben ez közben kiderül, hogy mégse olyan, ahogy képzelték. Az élettársi kapcsolatban kijelentik, hogy addig vannak együtt, amíg ez kellemes nekik. Ezt a hibás kódot, ezt a feltételt nem viszik át önkéntelenül a házasságba? De hát ez a nagy veszély, ezért sokkal gyakoribb a válás.
az élettársi kapcsolat utáni házasságokban. Meg hát azért, amit itt Árpád is mondott az előbb, hogy a elköteleződés szempontjából az áldozathozatal az nagyon-nagyon lényeges. Most ma a fiatalok számára ez egy egészen idegen gondolat, hogy nem kell rögtön ágyba bújni, amikor összekerülnek, hanem komoly áldozatot kell hozni annak a fiúnak. Éppen úgy gondolkoztam rajta, hogy hát azért igazából mi a különbség, hogy régen egy fiú általában akkor kapta meg a lányt, hogyha elvette feleségül. Ma, amikor egy napi kapcsolat után már összekerülnek, akkor valójában áldozatot nem kell hozni ezért a kapcsolatért, és sokszor úgy érzik, hogy hát végül is ez nekem így teljesen jó. Miért akarok én ennél többet, vagy mást? Tehát ahogy a szexualitás amennyire egészen csodálatos, de ugyanakkor meg ezen a párzási szinten vált szinte mindennapossá a fiatalok között. És ezzel nagyon sokat ártanak maguknak a lányok, hogy ezt elfogadják, hogy ez így van. Tehát egészen biztos, mert a férfiakban kétféle van, az animus és anima, mindegyik a jungi kép szerint, és a férfiakban él egy olyan anima kép, amelyik, aki csodálatos, aki egy nehezen elérhető kincs, és van a másik fajta, mondjuk a céda, tehát az a nő, aki azonnal megkapható. De azzal nem igazán örülnek, hogyha az lenne a tartós kapcsolatuknak a tárgya. Világosan kell látni az önmegtartóztatásának, több fokon van. Ez, Cialdininek van egy Befolyásolás technikája című könyv, és ott hát ő elsősorban üzleti, meg egyéb vonatkozásokban mondja el. De először is, ha kimond valaki valamit, de öntudatlanul, nem egy boltképpen, hogy kimondatják vele, akkor már majdnem biztos megcsinálja. Ha le is iratják vele, például úgy, hogy írjon egy kis reklámot, és akkor nyerhet egy fényképezőgépet, akkor még inkább megcsinálja. És ha áldozatot hoz, akkor aztán nagyon elköteleződik, ez legjobban a selmeci diákoknál látszik, akiknél iszonyúan megkínozták a gólyákat, de aztán szeniorok lettek, és öreg korukig együtt vannak, és együtt éneklik a diákdalokat. Tehát most ugyanez az áldozathozattal megjelenik sok helyen, matrózavatásnál, benszülötteknél, felnőttavatásnál, és ugyanez körülbelül a jelenség, amikor egy pár együtt jár, és tulajdonképpen megvárják a házasságot, és utána hát hálják el a házasságot. Ez egészen biztos, hogy ez egy nagyon nagyfokú elköteleződést eredményez. Ha ez nincs, és ráadásul valaki csak úgy beleszédül minden kapcsolatba, az abszolút szétrombolja ezeket a saját képességeit, és hát mondjuk azt lehet javasolni, hogy az ember csak akkor járjon egy fiúval, hogyha el tudja képzelni, hogy élete végéig együtt járnak. Tehát már ott kezdődik a rombolás, amikor gimnazista korban elkezdik a teljesen felelőtlenül a szexuális életet, és ezzel olyan a saját lelkükben is részt tudnak hozni egy olyan rombolást, ami képtelen teszi őket később egy normális kapcsolatra. A népmesei próbatételre szükség van? Királylányt úgy nyeri el, hogy először levágja a sárkány fejét, meg nem tudom, mit csinál. Így van. Elhozza az aranyalmát. Mi az, hogy elítéli az egyház? Egyház senkit nem ítél el, hanem helyzetekről mondja, hogy összeegyeztethetetlen a Krisztusba vetett hittel. Például nem vonzódik a más neműekhez. Szent lehet. Ne legyen pap, ne legyen apáca. De tegye le a szüzességi fogadalmat. Isten bekerítette. Különnek választotta ki. Magához ölelte. Hát, de joga van hozzá, a nem élete, és a vaknak joga van látni. De muzsikálhat még, beszélhet, semmi se állati bennünk, semmi. Mind emberi, és ha emberi, akkor Krisztus, és a Krisztusi, akkor Isten. És milyen érdekes, úgy látszik, hogy a jövendő egyház akkor tisztul meg, hogyha tisztán hisz Krisztus istenségébe, az egyház alapításába, szentségeibe, de a házassága rendben van. Vagy az is lehet, hogy tönkrement, de tudja, hogy tönkrement, keresi benne az igazságot, bűnbánatban él. Egyre jobban kiderül, hogy kereszténynek lenni azt jelenti, hogy valami döntés egy életmód mellett, és azután kezdem megérteni. Legtöbb ember úgy beleél a világba,
De azért, ha megkérdezni valaki, hogy mit csináljon ahhoz, hogy nagyobb sansza legyen egy jó párkapcsolatra, akkor azt kell mondani, hogy egy komoly személyiségfejlesztést kell tudatosan vagy maga végeznem, vagy erre ilyen tréningre járjon, mert nagyon fontos az empátia. Az, hogy a másiknak a minden mozdulatát érzékelje, hogy az most hogy érzi magát, feszeng, nem feszeng, és ezt a fajta beleélést a másik helyzetébe, ez alkalmas arra, hogy ő jobban megismeri a másikat, és jobban is tud neki segíteni. És főleg, hogy figyeljen a másikra, az nagyon hiányzik az emberekből mai világban, hogy tudjanak odafigyelni, tehát hogy a másikra figyelni. Minden embernek az nagyon nagy igénye, hogy valaki figyeljen rá, hogy értékelje. Most ezt, hogyha valaki, ő akar csillogni, és a másikra nem tud igazán odafigyelni, akkor azzal nagyon nehéz egy kapcsolatot építeni. Tehát azok a, mert nagyon sok fiatal lány panaszkodik nekem, hogy nem találnak párt. És nem is könnyű, és én tudom, hogy nagyon nehéz, de ugyanakkor ez volna a titka, hogy odafigyelni a másikra, annak a belső értékeit kihozni, meglátni benne. Ez egyébként egy jó kapcsolatnak ez egy egészen fontos alapfeltétele. És mondjuk az is fontos, hogy a másik legyen a legfontosabb. Tehát nem azért kell házasodni, ha egy nő házasodni akar és gyereket akar, akkor sokkal kisebb a sansza, mint ha talál egy olyan férfit, aki neki nagyon fontos, és akiről nagy áldozatokat hozna, és ez viszont így van. És akkor, mikor így szinte barátként összetalálkoznak, rájönnek, hogy nagyon jól érzik magukat együtt, ebből tud kialakulni egy jó párkapcsolat. Ez a folyamatos párpróbálgatás nem teszi alkalmatlanná talán elsősorban a lányokat egy tartós kapcsolatra? Hűvel fával összeállnak, és azt hiszik, hogy ezzel nem csinálnak maguknak egy óriási kárt, és közben alkalmatlanná teszik magukat arra, hogy egy normális kapcsolatot. Hát egyébként ez igaz, hogy a kapcsolat építést magát valahogy meg kellene kapni a családból, de hogyha a családban nincs, akkor tanítani kellene valami módon. Tehát az tényleg igaz, hogy elrontják a lehetséges kapcsolatokat nagyon sokan azzal, hogy az a pont, hogy nem képesek a másikra odafigyelni, hogy olyan elvárásaik vannak, amik irreálisak nagyon sok esetben. Ma nagyon sok nő tanul, ami nagyon jó dolog, de ugyanakkor viszont nekem a diplomás lányok panaszkodnak, vagy fiatal nők, hogy van egy olyan elképzelés, tehát sok férfi nem szívesen választ egy mondjuk nála tanultabb, vagy nála magasabb helyzetben lévő nőt. És aztán ezek a diplomás nők kizárólag diplomás férjeket keresnek? És például van egy olyan előítélet, ez egy előítélet, hogy pedig lehet, hogy teljesen boldog tudna lenni ilyen helyzetben. Ismerek egy ilyen házasságot, egy professzor nőnek a férje technikus, és teljesen tökéletesen jól élnek, és gyerekeik vannak, és nagyon szeretik egymást. Tehát ez végeredményben valóban egy probléma a társadalomban. Tehát ez egy nagyon nagy átalakulás volt, mert korábban azért hát a 20. század elején még a nők nem is tanulhatnak. Most ez egy óriási dolog, hogy tanulhatunk, de ez egy csapdaként is megjelenik ebből a szempontból. Igen, ugyanakkor persze mondjuk itt a férfi az, aki jól keres, tehát azért a férfias, mert ugye egy mesterember, és a másik pedig csak egy professzor a maga kis fizetésével. Úgyhogy ilyen értelemben itt beállnak a férfi szerepek, meg a női szerepek jól, hogyha egy ilyen választás történik. Ha komolyan Krisztusban hisz egy fiatal ember, egy lány, akkor hát hogyha most meddig lehet elmenni, vagy mi most miért nem életünk így együtt, vagy valami majd, hát ez azért nem olyan biztos, de biztos. Mikor egyedül marad sötétbe a szobádba, imádkozz, azt mondd meg, Uram Jézus, te mit gondolsz erről, és tudni fogod, mit hazudsz. Krisztus gondolatainak birtokába vagyunk. Szent Pál mondta ezt, hogy Krisztus gondolatainak birtokában. Ez azt jelenti, hogy a legszeretettebb lényt sem ismerem egészen, aki mellettem van. Mert benne is lehet hamisság. Krisztusban nincs hamisság, tehát tudom, hogy mit gondol. Csak legfeljebb nem akarom megtenni. Van egy nagyon egyszerű keresztény morális. Uram Jézus, te most mit tennél helyettem? És ha meg akarom tenni, akkor tudom, hogy mit tenne. Ez a lényeges odaadás hiányzik, akkor is beindulnak, és az önállítás olyan fokot ér el, hogy már nem lát ki abból. Tehát itt nagyon fontos egy harmadik személy, akivel ezt megbeszélik, aki szintén hívő ember. Ez a nagyon fontos. Amiről nem beszéltünk nagyon, hogy a gyerekek számára milyen rettenetesen veszélyes az élettársi kapcsolat. Tehát,
hogy eleve kevésebb gyerek születik, tehát a demográfiai probléma, ami már egészen tragikus, mert nem lesznek, akik az időseket el tudják tartani, és a betegeknek a járulékot tudják fizetni. De ezen túl egy gyerek számára mindennél fontosabb a biztos családi háttér, tehát az anya és apa közötti jó kapcsolat, és ez egyértelműen sokkal ritkább az élettársi kapcsolatokban, illetve sokkal inkább szétmennek ezek a kapcsolatok, még inkább szétmennek, mint a házasságok. És a gyerekek számára például egy depressziós édesanya nagyon nagy veszélyt jelent, most itt ezt vizsgáltuk, a modern világnak az egyik legsúlyosabb járványa a szülés utáni depresszió. Mert például egy élettársi kapcsolatban hát nagyon gyakran előfordul az, hogy megszületik az a gyerek, akit közösen vártak, meg elfogadtak, és akkor egyszer csak szembe kerül a fiatal mama azzal, hogy hát azért a partnere nem úgy gondolta, hogy most itt a bőgő gyereket kell éjszaka elviselni, meg hát van egy szoptató fiatalasszony ott mellette, és hát egyáltalán nem áll mellette úgy, ahogy az kellene ilyen helyzetben. És ez egy hihetetlen nagy csalódást okoz a nők számára, egy olyan stressz állapotot, amiben úgy érzik, hogy hát minden egészen másképp van, mint ahogy ők eredetileg elképzelték, egy nagyon nagy frusztráció. A másik oldalról viszont, ez a nőknél okoz gyakran depressziót, viszont a mai világban kifejezetten gyakori az is, hogy ezek után egy idő múlva az a fiatal nő, aki addig egy csinos életre való valaki volt, és most hát ott van a gyerekével, és látja, hogy a férfi az nem tud neki igazán partnere lenni, akkor utána ő hagyja ott. Tehát elég gyakori ma már az, hogy a nők hagyják ott utána azt a partnert, aki egy ilyen helyzetben nem úgy viselkedett, ahogy elvárnak. Elmennek egyedül a gyerekkel. Tehát azt mondják, hogy ő nekik akkor, és viszont az, hogy a gyereküket magányosan nevelő nőknek a helyzete azért, bár ma már nagyon-nagyon gyakori, de mindenképpen a gyerek fejlődése szempontjából nagyon sok buktatót rejt. Hát csak az, hogy még a nyugati világban is ez az egyik szegény réteg. Tehát magányosan a gyereket nevelő nő az az egyik nyomorban élő társaság szociológiai szempontból. És ezt tulajdonképpen azt hiszem, hogy nagyon ritka, hogy egy nő egymaga képes egy olyan életszínvonalat produkálni, amit ketten tudnának a férjével, és még általában az sem nagyon sikerül manapság, hogy egy családnak meglegyen a megfelelő életszínvonala, úgyhogy ez egy kemény dolog. Ez mondjuk ilyen szingli típusú nőknél képzelhető el, ugye, aki nagyon jól keres, és hát de ott még fölismerül a kérdés, hogy neki nem kell apa, neki kell egy gyerek, és kész, és akkor azt mondja, ellátja. Ez nem jelenti azt, hogy jó a gyereknek, mert egy gyereknek feltétlenül szüksége van egy férfi és egy női mintára. És ha az egyik hiányzik, akkor ő egy eléggé rosszul tájékozott, féloldalas ember lesz az életben. Látom, hogy bele lehet tanulni egy átlag katolikus szép családi életbe, ahol nincsenek házasságtörések, nem igaz. Ebbe bele, de hogy egy kicsit a felé nőj, a szentség felé, abba bele kell szakadni. Még az egyház közvéleménye sem. Az Isten igéje. És ebben a zavaros közvélemény most még jobban nyomja őket lefelé. Tehát itt arra kell felbiztatni őket, és ez a fiatalnak, hogy mondjam én, arra a nemes törekvésére játszanánk rá, vagy építenénk rá, hogy ő egyéniség akar lenni. Hát légy egyéniség. Gondold ezt végig. Hogy micsoda kapcsolat ez, és kire kell építeni ezt a kapcsolatot. És hogy nem szabad zavart belevinni. És a másik az, hogy nincs olyan keresztény fiatal pár, akivel ha így beszélgetünk, de most ők is mondhatnák nyugodtan az érveit, hogy ne fejlődne. Tehát valami olyan szomjúság van a lelki atya iránt is, hogy régen elég meghallgatták a predikációt, olvastak valami jó irodalmat, állítólagos keresztény közvélemény volt, hát valamennyire volt talán, és ebben úgy elvoltak. Ma mindegyik külön, mindegyiknek egy lelki atya kellene. És ő boldogan fejlődik, lehet velük beszélni. Nem az elítélés, hanem a kitisztulás. Hát mindannyian tisztulunk, ők most így, egy öreg pap pedig úgy, hogy szabaduljon meg sok nagy képűségétől, vagy mit tudom én mitől. Hát mindenkinek tisztulni kell. Mire gondolhatnak a nem hívők?
Akik nem hívők, azoknak pedig azt, amit én hallottam egy nemzetközi konferencián elhangzott vélemény, biztos, hogy így volt, de nem tudom, hogy mikor és ki, hogy pszichológiailag nonsens a próba házasság. Mert a házasság nem próba. Ugyanezt mondta. És gyönyörűen elemezte. Tehát, hogy egyszerűen ez egy olyan életforma, ami nem próba. Tehát ez tulajdonképpen egy pszichológiai csapda. És itt majdnem azt mondom, amit előbb. És ez az igazolás. Mert a kereszténység az nem egy olyan szofisztika, egy olyan nyakatákárt vallási irodalom, hogy alig lehet benne kiigazodni, hanem ami az emberben még maradt nemes gyökér, azokra felel egyértelműen. Aztán azoknak azért szóba hoznám azt is, hogy és ha gyár megszületik. És itt a képzeletet be kell indítani. Főleg a férfiét, mert az ilyenre nem képes ám, azért még láttam, csak mikor már megszületik, meg azután pár hónappal, és akkor már nagyon oda van, hogy te ez a kisfiú, vagy ez a kislány főleg, azt mondja, hogy papa, mama, hát ez csak te vagy, meg ő. A kis teste belőletek van. Hát ha ti szétszeditek, hát akkor ő is szét van szedve. Az élettársi kapcsolatban élőknek is mondhatja a gyerekük, hogy papa, mama. Igen, mondhatja neki papa, mama, mert otthon vannak, meg törődnek vele, azt mi kvázi szentségnek tartjuk. Vigyázzunk. Hát két pogánynak, ha úgy gondolkodik a házasságról, hogy életre szóló szövetség, egy férfinak és egy nőnek, azt mi úgy mondjuk kvázi szakramentum, mint egy szentség. Mert marad belőle annyi az eredeti állapotból, a lelkiismerete szavát hallgatva, amire majd Krisztus épít rá, marad belőle annyi, hogy arra felépítette az ő maga tiszta világát. Na most odaértünk, ami a kereszténységnek a legnagyobb érve. Nem annyira észérvek, életérvek. Tertullianus 190-ben nagyon közel van Krisztushoz. Ez az észak-afrikai egyházatya azt mondja, mert ő felnőtt korába tért meg nyilván, hogy anima naturalita christiana. De most ezért nagyon azt mondja, a lélek, az emberi lélek belső világa természeténél fogva Krisztusi. Ez most nagyon bánthat egyeseket, hogy én most itt lesöpörtem más vallás, mint semmit se söpörtem le. A más vallásoknak a gyökere is Krisztusi. Tudni, ez azt vette észre, ez a nagy gondolkodó, hogy hát ezt szerettük volna, hogy az Isten szeretet. Nem pedig agyonvág, hanem megment. Akkor az, hogy egy férfi és egy nő szerelme, az tényleg, az örök, az megszentelt dolog. Az, hogy a magzatot, a magzat megölése az emberölés, hogy a barátság meggyalázása az szörnyű. És mindazt, amit az evangélium mondott, egyszer azt mondja, hát ezt valahogy ismertük, csak homályba volt. Az ige megvilágosít mindene világra jövő embert. Itt azt mondja a szöveg, hogy Krisztus minden embert megvilágosít. Nem csak a római katolikusokat. Hogyan? A lelki ismeretben. Tehát az a bizonyos hang, amely azt mondja, hogy tudod, hogy rosszul tetted. Vagy jól tetted, pedig mindenki üldöz, meg vertek, meg börtönben. Jól tetted, neked van igazad. Ez Krisztus hangja. Egyébként Viktor Frankl mondja, hogy a lelkiismeret az olyan képződmény a pszichén, mint a testünkön a köldök, valakivel való kapcsolatra utal. Annak a nyoma, az valakinek a hangja. Tehát az ember tönkretétele nem az, hogy most az egyház elleni propaganda, botrányok, minden semmi. Az, hogy tönkre akarják tenni, illetve nem, nincs tantárgy erre, hogy a lelkiismeret nevelése. Hogy erre nincs egyetem, hogy ezt nem kutatják. Hogy az nem igaz, hogy ez megduplázódott én. Az nem igaz, hogy belém nevelt elvárás köteg, szuperégó, fölöttes én. Mert ez a fölöttes ént is felrobbanthatja. Álljon is azt mondja a búcsújáró helyen, hogy 50 éve atya hazudtam magamnak, és hazudtak nekem is. És az a szuperégó, amire nevelték meg, mindez felrobban. Na most ez a hang, és ez a mi reménységünk.
Tehát amikor az egyház párbeszédet folytat, akkor ezeket nagyon keresi. Nekünk édes testvérünk minden hindu, muzulmán, zsidó, ateista, mindenki, aki erre a hangra hallgat. És az a keresztény, aki ezt a hangra nem hallgat, hanem kegyeskedik, az a pedig nem lehet szóba állni néha.